Már elkészült a fizetéscsökkentés képlete. A 25 ezer dinárnál kisebb összegű béreket nem fogják megnyírbálni. A közfér többi dolgozójának viszont 10%-os fizetés kell számítania. A szerbiai kormány még nem tárgyalta a 100 ezer dinárnál magasabb bérek csökkentéséről, de az aktuális tervek szerint ezek esetében is 10%-os lesz a csökkenés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 113.340 dinárnál nagyobb fizetéssel rendelkezők jobban járnak majd, hiszen megszűnik a szolidáris adó, és a fizetésük teljes összegét csökkentik majd 10%-kal. Aki tehát például 200 ezer dinárt keres havonta, eddig 33 ezer dinártól esetleg szolidáris adó címén. A most következő megszorító intézkedések miatt viszont mindössze 20 ezer dináról kell lemondania, tehát lényegében 13 ezer dináros emelkedésnek örülhet novembertől, írja a Blitz.